műsornézőinket. Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Minden szavazatra szükség van, az év fájaverseny döntőjében a szekszárdi remete berkenye. Falunapot tartottak Fürgeden, kultúra, gasztronómia és könnyed szórakozás elege várta a vendégeket. A települést ünnepelték Kaposszegcsön, idén is sokan látogattak ki a programokra. Több ezer adag lekvár készült, hetedik alkalommal szerveztek közös befőzést Tevelen. Most minden online szavazatra szükség van. A szekszárdi remete berkenye ugyanis bejutotta az idei év fájaverseny döntőjébe. A nagyjából 200 éves növényért az egész település összefogott. Az állás viszont így is rendkívül szoros. Fiatal népi és modern táncosok, kosárlabdázók, óvodások adtak műsort a szekszárdi remete kápolnánál. A gyerekek, csapatok, együttesek és civilek mindannyian az évfája verseny döntőjébe jutott berkenye miatt érkeztek a fősővárosi kápolnához. A több mint 200 éves monstrum az Ökotárs Alapítvány pályázatán jutott a legnépszerűbb 9 jelölt közé. Ez a fajta a legkeményebbek közé tartozik, emiatt a régi időkben különös becsben tartották, főként nehéz erőátviteli alkatrészeket készítettek belőle. Ennek ellenére a nemes növény mostanra alig lelhető fel idehaza, pedig a gyümölcse kiváló ízű, a belőle készült pálinka pedig a legdrágábbak közé tartozott egykor. Számozott példányai vannak már csak az országban belőle. 2014-ben itt járt egy berkenyefa kutató, egy erdészmérnök, aki nem mellesleg a Balaton felvidéki nemzeti parknak volt az igazgatója. Ő ennek szentelte az életét a berkenyefáknak, és a lajstromába fölvette, és mondta, hogy nagyon vigyázzunk rá, mert különös érték. Ez a fa annak köszönheti a megmaradását és a létét, hogy egy egyházi területen van. A fa körülbelül 200 éves lehet. Annak köszönheti a létét, hogy ide senki nem akart se gyümölcsöst, se szőlőt telepíteni, és lehetősége sem volt rá. Ez a bucsusoknak lett valamikor ültetve. A remete berkenyét Szollár Zoltán, a helyi fősővárosi kör elnöke jelölte a versenyre. Ő civilben faipari szakember. Azt mondja, a berkenye nem csak a környékbeliek történetében játszott fontos szerepet, de ma is élő hagyományok központi helyszínén található. A fősővárosiak ugyanis egyre több régi népszokást élesztenek újjá ezen a város részen. Bízok benne, hogy megmarad ez az összefogás, és hogy egy kicsit a fa is kapjon ebből a jobbból és pozitívumból. Az első helyzetnek egy fadoktori kezelés jár, úgyhogy hát ez se lenne mindegy, és egy picit meggyógyulna ez a fa is. Szekszárd alpolgármestere szerint a berkenye hosszú idő után ismét összehozta a város lakóit, ugyanúgy, mint néhány éve a bátaszéki Molyhos töltette ugyanezt azzal a településsel. Gyurkovics János azt mondja, rendkívül fontos, hogy minél többen szavazzanak az évfája.hu internetes oldalon a Tolna vármegyei büszkeségre. Bízunk benne, hogy ezzel a nagy összefogással sikereket fogunk elérni, és 2023-ban az év fája ez a berkenye lesz. Hát ehhez komoly kötődések vannak. A történelmi leírat alapján még Liszt Ferenc is látta ezt a fát 1865-ben, mert akkor már felcseperedett fa volt, és abban az évben a zeneszerző is részt vett a fősővárosi búcsún. A szekszárdi remete berkenyére október 1-ig az évfája.hu oldalon lehet szavazni. A KSH adatai szerint tovább folytatódott a bérek emelkedése. 2023 májusában a bruttó átlagkereset 567.800 forintot tett ki. Ez 86.000 forinttal több, mint egy évvel korábban. Így a fizetések éves alapon 17,9%-kal nőttek. A nettó kereset ezzel párhuzamosan 391.500 forintra emelkedett. Megállapítható, hogy egy átlagos munkavállaló már közel háromszor annyit vihet haza, mint 2010-ben, írta a kedden a legfrissebb statisztikai adatokhoz fűzött kommentárjában a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Eközben a januári tetőzéshez képest már ötödével csökkent az infláció mértéke. Július 31-ig lehet jelentkezni a Diaszpora Magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor programra és a Szórvány Magyarságot támogató Petőfi Sándor programra, közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság.
18. életévüket betöltött a nemzet iránt elkötelezett legalább középfokú iskolai végzettséggel és magyar állampolgársággal rendelkezőket várnak, akár Magyarországról, akár a határon túlról. Az ösztöndíjasok feladata, hogy 9 hónapon át közösségszervező munkával segítsék a diaszpórában és szorványban élő magyarságot identitásuk megőrzésében. Kultúra, gasztronómia és könnyed szórakozás elegye várta azokat, akik kilátogattak a Fürgedi falu napra. A településen igazán színes forgatag fogadta a vendégeket. Tánc, zene, kultúra és gasztronómia is várta a Fürgedi falu napra kilátogatókat, vagy ahogy arrafelé mondják, a mi napunk résztvevőit. A szervezők főzőversenyt is tartottak, volt, aki birkát, más sertést választott. A programokon résztvevők közül sokan évről évre megfordulnak itt ilyenkor. Minden adott évben itt vagyunk. Főzünk itt minden, birkapörkőt, marapörkőt, akkor halászta, nyúlpörkőt, minden van. A település szülötte Vasgereben, vagy ahogy a napvilágot meglátta, Radákovics József. Ő a kiegyezést követően, Jókai után az ország második legnépszerűbb hírlapírója volt. A fővárosban és Bécsben is aktív újságíró éppen 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Fürgeden. A jeles évfordulóra emlékezve ezúttal tárlatot mutattak be az alkotó életútjáról és munkásságáról. Fürgeden szokás, hogy ilyenkor és gyereknap alkalmával az önkormányzat étellel és itallal lát vendégül mindenkit, aki kilátogat a programokra. Idén sertéspörkölt és savanyúság, valamint üdítők várták a vendégeket. A kezdeményezésnek természetesen mindig hatalmas a sikere. Az igazság, hogy a többi településen ezt nem szokták, hogy ingyen adnak kaját csak egy bizonyos rétegnek. Mi úgy döntöttünk, hogy gyereknapkor is mindenki jöhet, falunapkor is, vagy minapunkkor is igen terni ehhez, mert ragaszkodunk ehhez a dologhoz, tehát anyagilag nem jelent sokkal több terhet, mint csak bizonyos réteget étkeztetnénk ilyenkor. A programokat Fürgeden este koncerttel zárták. A jogszabályoknak megfelelően működik a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által országosan ellenőrzött 153 nyári tábor többsége. A hivatal két esetben egy budapesti és egy Komárom-Esztergom vármegyei táborüzemeltetőivel szemben indított eljárást. A szezonális vizsgálatok augusztus 11-ig folytatódnak, közölte a Nébi. A nyári táborok étkezését biztosító egységeket június 26-a és július 7-e között vizsgálták. Az ellenőrzött 153 táborban 8196 ember étkezéséről gondoskodtak. Megállapították, hogy a gyermekek napközben háromszori étkezésben részesülnek, az ottalvos helyszíneken vacsorával kiegészítve. A szervezők 10 óraira és uzsonnára jellemzően hűtést nem igénylő, kiskereskedelmi üzletekben vásárolt friss pékárut, 2 deciliteres gyümölcslevet és gyümölcsöket kínáltak. A Nébik szerint általános tapasztalat, hogy a több turnusra tervező táboroztatók felkészültebbek, mint akik csak 1-2 hétre fogadnak gyerekeket. A településeket ünnepelték a kapos szekcsőiek. A programok között gyerekjátékok, zenés, táncos bemutatók és szabadtéri vacsora is szerepelt. A rendezvény szelkőkárt futamokkal kezdték, mely motorsportot Kurdis Gábor vezette be Magyarországra, és az első autót is ő maga építette, melyet további autók követtek. Ez Amerikából érkezett ez a motorsport is, mint úgy általában a motorsportok. Ennek a lényege az, hogy 1910-20-30-as évekbeli versenyautóknak egy kicsit kisinyített mása, egy szabványos motorral, és akkor a lényeg az még, hogy ugye felismerhetőnek kell lenni az autónak, úgy kell megcsinálni, hogy úgy ránézésre meg lehessen mondani, hogy ez milyen autóra hasonlít. Úgyhogy de hát, ha valaki egy kicsit ismeri ezeket az autókat, akkor úgy be tudja őket határolni. A női, azaz a lady kategóriában 7 versenyző állt a rajthoz. A kiélezett versenyben Kovácsné Hogli Tímának sikerült elhoznia az első helyet. Az első Cyclocard versenyen én voltam az egyetlen női versenyző, még 3 éve. Azóta minden évben indulunk. Fiúk most már második autót építették, mondjuk most pont nem azzal mentem, mert kiesett a kereke, mire sorra kerültem volna, de nagyon kis izgalmas verseny, érdemes jönni. A szájkőkártfutamok mellett számos program közül válogathattak a rendezvényre látogatók.
Most már a harmadik alkalommal rendeztük meg a Cycle Kart futamot. Ez három autóval indult 3 évvel ezelőtt, tavaly már 10 voltak, akkor már ment egy női versenyző is, vagy 2, és most pedig ebben az évben külön női futam is lett, és nemzetközi lett, hiszen az olaszok is úgy volt, hogy jönnek, de a németek ide értek, és részt vettek a futamon, úgyhogy szerencsére jól sikerült ez, és biztonságban lezajlott. Most pedig kezdődik bent a sátorba a további rendezvény, a folytatása. Ebben lesz egy táncos műsor, gyerekeknek lesz a Vattacukor zenekar, Bolgár Peti egy kis mókát varázsol nekünk, illetve utána Zoltán Erikára bulizhatunk, utána pedig retro party lesz a tornateremben. Az esti retro hangulatot a helyi sportcsarnokban a sztárvendég DJ Szatmára is biztosította. Az idei év első felében 4,7 millió kilogramm lejárat közeli és csomagolási hibás árut mentett meg és adományozott nélkülözőknek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ők 2005-ös megalakulásuk óta már több mint 100 millió kilogramm feleslegessé vált élelmiszer gyűjtöttek össze gyártóktól és kereskedőktől, hogy a hulladék lerakók helyett inkább rászorulók asztalára kerüljenek. Az Élelmiszerbank munkája ráadásul nem csak a nehéz sorsú embereknek jelent segítséget, a mentéssel a természetet is védik a pazarlás környezetromboló hatásaitól. 2023 első fél évében 248 ezer rászoruló kapott élelmiszercsomagot, amelyeket az Egyesület feleslegessé vált, forgalomba már nem kerülő, de fogyasztásra még tökéletesen alkalmas termékekből állított össze. Ez 24%-os emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Országos Horgászszövetség átadta a 2022. évi közfeladat ellátási beszámolóját az agrárminiszternek, közölte a szaktárca. Nagy István az eseményen bejelentette, hogy a horgászat biztonsága és a létszám stabilitása érdekében a MOHOSZ-szal egyetértésben nem tervezik 2024-re az állami jegyek árának emelését. Emellett megújításra kerülő magyar horgászkártyák és balesetbiztosítások újabb 5 éves ára a digitalizált okmány esetében szintén változatlan marad. A feladatellátás forrásául a halgazdálkodás fő állami bevételét képező díjak, így az állami halász és horgászjegy, illetve a fogási napló díja 2019-től közvetlenül a MOHOSZ bevételét képezi. Ez az összeg 2018-től az idei évet is figyelembe véve 8 milliárd forintra rúg, ami ez a beszámoló által tárgyalt 2022-es év csaknem 1,6 millió forinttal járult hozzá, fűzte hozzá a miniszter a közleményben. Több ezer adag sárga baracklekvár készült Tevelen. A településen ugyanis a helyi székelykör tagjai 7. alkalommal rendeztek közösségépítő befőzést. A programra ezúttal is szép számmal látogattak ki vendégek. A barackot megmosták, magozták, felezték, majd darálták. Így vágtak neki a csapatok a lekvárfőzésnek az édesételt ünneplő fesztiválon Tevelen. A településen már hagyománya van a nyári közösségi befőzésnek. A programot a helyi székelykör tagjai szervezik. Vendégek pedig nem csak a környező falvakból, de a vármegyei és távolabbi városokból is minden esztendőben szép számmal érkeznek. Igazándiból itt ugye, hogy hagyományosan próbáljuk elkészíteni, tehát hogy cukorral, nem tartósítószerrel, és akkor ezért ragaszkodunk a hagyományokhoz igazándiból. Tehát, hogy a cukor a lelke mindennek, hogy nem szükölködünk vele, hanem legyen benne bőven, és akkor az már tartósít is. Tevelen ezúttal 7. alkalommal szervezték meg a lekvárfőző versenyt. A cél a hagyományőrzés és a receptek megőrzése mellett a közösségépítés volt, ezt mondta a program főszervezője. Csapatok nagy örömünkre nem változnak, és azt érezzük, hogy örömmel térnek vissza, tehát itten akár a Vaskút, Dombóvár, Nagymányok. Sajnos az idén egy szervezés hiba miatt a kis dolog kiesett, mert ma ők egy másik rendezvényen, de szintén részt vesznek, úgyhogy egy kicsit fájó szíve vett tudomás, hogy éppen ma nincsenek itt köztünk, de jövőre nem ússzák meg. A késő estében nyúló rendezvényt a résztvevők közös vacsorával zárták. Regionális híreink következnek. Hatalmas erővel csapott le a vihar Délbaranyában, a vármegyei elnök Marócsára látogatott segítséget nyújtani. Kutyaparádé Siklóson hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az eseményt. Az idén is megúszták, 11 ezeren ugrottak a Balaton vizébe.
A hétvégi vihar elsősorban a déli ország részben okozott károkat, a tűzoltóknak így Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád vármegyékben adta a legtöbb munkát. Utakra, kerítésekre, háztetőkre dőlt fák, leszakadt villanyvezetékek, valamint a szél és jég okozta épületkárok miatt hívták a szakembereket. Ezért most az ormánságba látogatott Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke is, hogy segítséget nyújtson. A legnagyobb kár Baranya vármegyében Kálkicson és Marócsán volt, azonban komoly pusztítást végzett a vihar Drávafok, Csányoszrób, Birján, Okorág és Hirics településeken is. Csaknem 150 épületben okozott rombolást a jégeső. Az épületkárok mellett 70 esetben kidőlt fákhoz, letört ágakhoz riasztották a baranyai tűzoltókat. Ezért az ormánságba látogatott szombaton Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke is, hogy segítsen a bajba jutott embereken a Baranya Segít program keretében. Marócsán például az 50 lakóépületből 2 maradt éppen. Meglátogattam a katasztrófavédelem operatív törzsülését, ahol azt tapasztaltam, hogy szervezetten és hatékonyan folyik a kárelhárítási munka, és az érintett településekre, Kákicsra és Marócsára is ellátogattam, ahol pedig jó érzés volt azt látni, hogy a bajban a helyiek összefogtak, a katasztrófavédelem munkatársaival, a civilekkel, a karitatív szervezetekkel közösen folyik a kárelhárítási munka. A Baranya Segít program keretében a helyreállításhoz, a kárenyítéshez szükséges tetőfóliát, szegeket és szerszámokat vittem, valamint a védekezésben résztvevőknek egy kis frissítőt. Őri László azzal biztatta a helybelieket, hogy ha van összefogás, akkor a legnagyobb nehézségeken is túl lehet lenni. A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a helyzet kezelésére operatív törzset hozott létre, amely péntek óta irányítja a viharkárok felszámolását. Vasárnap este 8-ra sikerült a kárt elhárítani, azonban ha lesz még bejelentés, természetesen újra mennek, mondta Sárkány Sándor, tűzoltó alezredes hivatalvezető. A vihar miatt személyisérülés a hétvégén nem történt. Csányoszóban viszont volt egy olyan ingatlan, amely olyan mértékű károsodást szenvedett a tetőhéjazata, hogy az ott élő 8 főt azt ideiglenesen az önkormányzat elhelyezte egy másik ingatlanba, de egyébként más ingatlan vonatkozásában nem volt probléma, illetőleg ami még érdekesség volt, hogy a tűzoltók egy izgóját is megmentettek. Hát sajnos ugye ők nem voltak védve a jég elől, 3-an voltak a fészekben, 2 sajnos elpusztult, viszont a szombati védekezési munkátok során, éppen amikor a létrán voltak fenn, akkor vették észre, hogy van még egy élő gólya a fészekben. Ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre elvitte Szigetvárra. A sérült ingatlanokról a veszélyesen lelógó tetődarabok eltávolítását, a háztetők ideiglenes helyreállítását a tűzoltók és az önkéntesek folyamatosan végezték a hétvégén. Baranya vármegyébe 24 tűzoltót és 6 tűzoltóautót vezényeltek át Somogy-Tolna és Bács-Kiskun vármegyékből, hogy részt vegyenek a károk felszámolásában. Először tartottak kutyaparádét Siklóson a Várudvarban. A kezdeményezést a helyi önkormányzat és civilek hagyományteremtő céllal rendezték. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg szombaton az első kutyaparádét a Siklósi Várkertjében. A mindegy 100 kutyát felsorakoztató eseményen éjszakában nyúlóan váltották egymást a programok. Megrendeztük az első kutyaparádét, ez a Siklósi Várban, ez egy hatalmas nagy lehetőség volt számunkra, a Siklósi önkormányzat által nagyon-nagyon támogatott dolog. Itt a nagyon fontos hangsúlyt fektetünk a felelős kutyatartásra, illetőleg arra, hogy az emberek észrevegyék azt, hogy a kutyáik nem csupán kerti díszek, hanem egy csomó nagyon szuper szabadidős programot is tudnak velük csinálni, és jól tudják velük magukat érezni. Teljesen más dimenzióba viszi el az embert, hogyha a kutyára nem csak mint a mellettem élő élőlényre, hanem egy társra fog tekinteni. Patai Árpád elmondta, hogy a rendezvény színvonalához nagyban hozzájárult az is, hogy képzett segítőket és bírákat hívtak meg az eseményre Budapestről. Az ügyességi programok után a résztvevőket és a rendezőket is meghívták egy közös ebédre. Mind az ételital választék, illetve a kézművesek is, valamint a kutyás felszerelések és tápok. Köszönhetünk őket itt még.
a gyermekeknek is készültünk egy csomó plusz programmal, hogy azért egy ilyen kis családi jellegű rendezvényt is össze tudjunk dobni a kutyák mellett. A város alpolgármestere a terület közelmúltban zárult fejlesztését is említve kiemelte, az önkormányzat támogatóként tekint a kezdeményezésre. Nagy örömmel álltunk a kezdeményezés mellé, hiszen várunk már régóta hivatalosan is kutyabarát hely, és városunk is nyilván elkötelezett a felelős állattartás mellett, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ezt a civil kezdeményezést támogatni fogjuk. Jó látni, hogy ilyen sokan választották a mai napon a Merkertet. Mózes Tamás elmondta, a kutyáknak és a gazdiknak mindig van helye Siklós legnagyobb közpartjában, és a későbbiekben biztos lesz folytatása ennek a rendezvénysorozatnak. Természetesen az önkormányzatnak is van felelőssége abban, hogy az adott fejlesztéseknél figyelembe veszi azt, hogy a kutyásoknak, a gazdiknak mi az, ami megkönnyíti az életüket. Mi itt a Merkertben, a legnagyobb közparkban ezt megtettük, és a későbbiekben is minden fejlesztésnél, törekvésnél ezt ugyancsak meg fogjuk majd tenni. Úgyhogy Siklóson nem csak a vár, hanem a város is kutyabarát. Azt gondolom, hogy ez a mai kezdeményezés is bőven alátámasztja ezt. A rendezvényen délelőtt párhuzamosan zajlott a keresőmentő kutyás, az agility jellegű, az akadályfutás és a látványos őrzővédő versenyek, melyekre összességében mindegy 50 kutyát neveztek be a gazdik. Több mint 11 ezeren álltak rajthozzá a 41. Balaton átúszáson. A legnépesebb mezőnye a Révfülöp Balatonboglár távnak volt. A 41. Lidl Balaton átúszás első célba érkezője. Kicsivel több mint egy óra kellett a leggyorsabbaknak a célba érkezéshez. Nem is tudtam végig, hogy hol vagyunk, tehát csak úsztam. Nem is tudtam, mennyivel voltam lemaradva, mennyivel voltam előrébb. Élveztem végig. A fiatal úszók között sokan már rutinosnak számítanak a Balaton átúszásban. Dominik alig fél perccel Imre után érkezett célba. Örülök, hogy közel egy órához volt. Igazából próbáltam élvezni, könnyedén úszni. Ilyen 3-4 ezerig szerintem ez sikerült, és gondoltam, hogy úgy sok kilométert azért talán meg kéne hajtani, ha már itt vagyok. Jól esett amúgy úszni, hullámok kicsit idegesítőek voltak, de egész kellemes volt. Rohács Luca a nők mezőnyében volt a leggyorsabb, 1 óra 13 perccel. Jó felkészülési versenynek tartotta a Balaton átúszást az októberi ifjúsági Európa-bajnokság előtt. Mivel 5 km a távom, ezért ugye nem is áll messze ez a táv tőle, sőt, szinte tökéletes. Úgyhogy pont jó. A versenyen először vett részt Novák Katalin köztársasági elnök, aki férjével együtt kevesebb, mint 3 óra alatt teljesítette a távot. István nélkül nem ment volna lehetséges, mert ő volt a legnagyobb támasz, ő sokkal gyorsabban is le tudta volna úszni ezt a távot, mint én, de végig mellettem volt, és nagyon jó érzés volt az, hogyha oldalra néztem, akkor mindig ott volt mellettem. Úgyhogy őre számíthattam most is az úszás során, jó volt együtt teljesíteni. A szezon legnagyobb hazai nyíltvízi úszó eseményére 49 országból és 1071 településről érkeztek résztvevők. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Minden szavazatra szükség van, az év fája verseny döntőjében a szekszárdi Remete Berkenye. Falunapot tartottak Fürgeden, kultúra, gasztronómia és könnyed szórakozás elege várta a vendégeket. A települést ünnepelték Kaposszegcsön, idén is sokan látogattak ki a programokra. Több ezer adag lekvár készült, 7. alkalommal szerveztek közös befőzést Tevelen. Szerdán a nap nagyobb részében országszerte barátságtalanabb, nyaralóknak, strandolóknak kevéssé kedvező, túlnyomó rész erősen felhős idő várható. Főként keleten, délkeleten és csak rövid időszakokra süthet ki a nap, majd késő délutántól nyugaton csökken le a felhőzet. Délutánra a Dunántúl felett egyre több felé kisüt már, elgyengülnek, megszűnnek a záporok, addigra eső már nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!